út- és járdaépítések. Az elmúlt évben 645 millióból fejlesztett az önkormányzat. Parkolás, az új évben nincs változás a zónákban és a díjakban. Vissza az iskolapadba, vakáció után nehéz az újrakezdés. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Kitisztult a levegő Nyíregyházán hétfőn, a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke a tájékoztatási küszöbérték alá csökkent. A meteorológiai előrejelzések szerint a levegő minőségben további javulás várható szerdán, amikor egy átvonuló hidegfront hatására megélénkül a légmozgás. Nyíregyháza polgármestere a tegnap kiadott füstködriadó tájékoztatási fokozatát visszavonta. A Nyíregyházi önkormányzata az elmúlt évben saját forrásból 645 millió forintot fordított út- és járdaépítésre, valamint javításra. 7 utcában épült új aszfaltút, 6-ban lecserélték a régi aszfaltszőnyeget, a járdaépítés és helyreállítási munkák pedig 14 helyszínt érintettek. Nyíregyházán az elmúlt évben 7 utcában épült új aszfaltút, így a Hold, a Lombkorona, a Merkur, a Mohács, a Móra Ferenc, a Naspolya és a Szígyártó utcákban a korábbi földút nyomvonalán. A meglévő aszfaltszőnyeget 6 helyszínen, a Kodály Zoltán, a Bokréta, a Szőlőskerti utcák környéke, valamint a Gádor Béla és a Krúdi Gyula közben cserélték ki. Emellett a Tokaji úti piac előtt helyreállították a parkolót. Az útépítések és helyreállítások 375 millió forintos önkormányzati forrásból valósultak meg. 2016-ban a nyári útjavítási program során a melegaszfaltos tartós útjavítási technológiával 39 utcát közel 16 ezer négyzetméteren 70 millió forintból állított helyre a Nyírvévé Kft. A kátyúzandó felületeket lakossági bejelentések és ellenőrzési tapasztalatok alapján jelölték ki. A nagy felületű útjavítás szinte minden városrészt érintett, Borbányától az Érkertig. A nyíregyházi járdaépítési és helyreállítási munkálatok összesen 14 helyszínen folytak, többek között a belvárosban, Oroson, Alsóbadurban és a Hímes városrészeken. Ez a program 200 millió forint önkormányzati forrásból valósult meg. A Nyírvévé Kft. Mindemellett további 25 helyszínen végzett járdafelújítást, 26 helyszínen pedig járdakarbantartást saját kivitelezésben. Az önkormányzat az elmúlt év végén adta át a pályázati forrásból kétszer kétsávosra bővített Szegfű utcát, és a felújított Kígyó utcán is lehet már közlekedni. Nyíregyházán olyan csomópontok átépítése, fejlesztése történik mostanában, amelyek évtizedek óta problémát okoznak a közlekedésben. Nem módosultak a parkolás feltételei 2017. január 1-jét követően Nyíregyházán, idén is 4 parkolási zónában állhatnak meg a sofőrök. A bérletekért és a parkoló jegyekért ugyanannyit kell fizetni, mint 2016-ban. 2011-ben és 2016-ban módosultak a parkolási feltételek utoljára Nyíregyházán. 2017. január 1-jétől így a tavalyi árakon várakozhatnak az autósok. Ennek értelmében a kiemelt zónában 350 forintot, az egyes zónában 250 forintot, a kettesben 200 forintot, míg a hármas zónában, az úzott köves parkolókban 150 forintot kell fizetni az autósoknak egy óra várakozásért. A bérletek árain sem változtattak az idén. Az elmúlt években megszokott díjért juthatnak hozzá az autótulajdonosok, ha ezt a fizetési megoldást választják. 2017-es évre nem változtak a parkoló jegyek, illetve parkoló bérletek árai. Felhívnánk azonban az ügyfelek figyelmét arra, hogy a lakáskörnyéki bérletek kiváltásához nem elegendő csak bemutatni a lakcímkártyát és a forgalmi engedélyt, hanem ezek fénymásolatát is be kell hozniuk a bérletvásárlásakor, amit a számlához csatolunk. A bérletek vásárlási feltételeiről tájékozódhatnak a www.nyirvv.hu oldalon is.
Nyíregyházán még tavaly kezdődött el a parkolóautomaták felújítása. 2016 első felében 13 rendszámra szóló jegy kiadására alkalmas automatát állítottak üzembe a kiemelt parkolási zónában a városüzemeltető cég szakemberei. A felújítások folytatódnak, 2017-ben több gép megújul annak érdekében, hogy az autósok gyorsabban és egyszerűbben jussanak parkolójegyhez. A téli szünet után újra visszaültek az iskolapadokba a nyíregyházi nebulók, a szigorú munkarendbe való visszaállás megviseli a diákokat és a tanárokat is. Az Apáczai Csere János általános iskolában a tanárok azt mondták, ez egy lazább nap lesz, de egyre fokozzák a munkatempót, hiszen közeleg a fél év. Tucatjával érkeztek ma a diákok az Apáczai Csere János általános iskolába. A legtöbb nebulót a szülők kísérték el az iskola bejáratáig. A felnőttek azt mondták, nem volt egyszerű a mai reggel. Alig bírtunk felkelni, két gyereket indítunk most új útnak, úgyhogy nehéz. 859 gyerek érkezett meg a téli szünetről a patinás oktatási intézménybe. A diákok azt mondták, hogy a tanulást még jegelték volna, de a cimborákat már nagyon várták. Tanulást azt nem annyira váltam, a barátnőket már váltam nagyon, és hát nehéz volt felkelni már. A barátok miatt volt kedvem iskolába jönni, de amúgy nem nagyon akartam, mert nehéz volt felkelni ahhoz képest, hogy mikor feküdtem le esténként, meg a tanulás miatt, hogy már egy és három hónapon át keresztül kell járnom a tavaszi szünetig. A negyedik C osztály testnevelés órával kezdett kedreggel. A tanárnőjük boldog új évet kívánt nekik, majd könnyű futással indította a napot. A pedagógus azt mondta, ez egy lazább nap lesz, mert fokozatosan kell visszaszoktatni a gyerekeket az iskolai munkához. Elsőnek meghallgatjuk a téli élményeket, ki mit kapott, hogy töltötte a szünetet. Aztán ezután jön a nehezebbik kérdés, hogy ki vett elő a tankönyvet, belenézette egyáltalán, miket ismételt. Ez az első nap általában nagyon jó hangulatba telik, úgyhogy ez egy ilyen kis lazább nap lesz. Az Apáczai igazgatója azt mondta, a fél év előtt a diákoknak és a tanároknak is jól esett egy kis szünet. Mindenkinek nehéz újra elkezdeni, hiszen közel két hetet töltöttünk a téli szüneten otthon, de ez a töltődés mindenkinek szükséges, úgy a tanulónak, mint a tanárnak egyaránt, és természetesen a szülőknek is, hiszen a család az egy fontos dolog, és karácsony, illetve a szilveszter az összehozza a családokat újra, és kell egy kis feltöltődés. A tanárnak pedig ugye nincs mit választani, mint hogy nekem sem, mint hogy a többieknek is vissza kell illeszkednünk a munkába, folytatni azt a feladatot, amit elkezdtünk szeptemberben. Legközelebb április 13-ától április 18-áig mehetnek hosszabb szünetre az iskoláskorú gyerekek. A tavaszi szünetig azonban még bő három hónapot kell keményen tanulniuk. A szilveszteri tűzijátékok során nagyon sok házi kedvenc megrémült és szökött el otthonról. Már több kutyát sikerült visszajuttatni a gazdáikhoz a csipek segítségével, de több négylábú még mindig várja, hogy hazavigyék. Sőt, olyanok is vannak, akik annyira megijedtek, hogy azóta is az utcán kóborolnak és nem engedik, hogy az állatbarátok befogják őket. Bár a különböző állatvédő szervezetek minden szilveszter előtt felhívják az állattartók figyelmét arra, hogy az év utolsó napján kiemelt figyelmet fordítsanak kedvenceik védelmére és megnyugtatására, ennek ellenére idén is nagyon sok házi kedvenc kóborolt el ilyetében a tűzijátékok zaja miatt. Az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyére az elmúlt két napban több mint 60 bejelentés érkezett, amelyben eltűnt kisállatokra hívták fel a szakemberek figyelmét. 12 állatot mikrocsip alapján sikerült hazajuttatnunk, aminek nagyon örült a gazdi is, valamint a kisállat. A 12 kutyán kívül 30 ebet keresnek még a gazdáik, és 20 olyan jószágról van tudomásuk az Állatbarát Alapítvány munkatársainak, akik még mindig az utcákon kóborolnak és annyira rémültek, hogy nem lehet őket megközelíteni azért, hogy befogják őket és biztonságos helyre szállítsák az állatvédők. Az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyén szilveszter óta két kutya várja még azt, hogy hazavigyék. Közülük az egyik kutya nagyon rossz állapotban van, de a helyi állatorvos mindent megtesz azért, hogy az ebb meggyógyulva kerüljön vissza gazdáihoz. A menhelyen még két hétig várják, hogy jelentkezzen a két kutya tulajdonosa, ezt követően örökbefogadhatóak lesznek.
Erre szükség is van, hiszen az Állatbarát Alapítvány jelenleg dupla házzal üzemel. Annyira sok kutya és macska van, hogy befogadni új állatot már nincs lehetőségük. Tavaly 96.500 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 25,1%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Mindjárt jönnek a részletek, előtte még nézzük a nap további híreit. Tegnap este a 41-es főúton levelek külterületén egy autós eddig tisztázatlan okból a patkára sodródott, felborult és egy kerítésnek csapódott. A mentők a helyszínről két személyt szállítottak kórházba. Ma délelőtt a Szarvas utcán egy személygépkocsi megállt, a mögötte érkező erre jól reagált, de a harmadik viszont összetolta őket. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A Hatékony és Biztonságos Határ Magyarország és Ukrajna között című projekt keretén belül valósult meg a Záhonyi Kapcsolattartási Szolgálati Hely kialakítása, amely január 1-én kezdte meg működését a Záhony közúti határátkelőhely épületében. Az ott szolgálatot teljesítő magyar és ukrán szakemberek folyamatosan napi 24 órában látják el feladataikat, melyhez a szükséges humán erőforrást, technikai eszközöket és berendezéseket a két szomszédos állam együttesen biztosította. A kapcsolattartási szolgálati hely feladatainak ellátásában a két ország rendőrségi szakemberei mellett a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai is részt vesznek. Szerdán emeli bruttó 3 forinttal a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is a MOL, így a benzin átlagára 370 forint, a gázolajé pedig 382 forint lesz. Tavaly 96.500 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 25,1%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A hazai használt személyautó körében az elmúlt évben 615.000 körüli adásvétel történt, miközben az import használt autók száma elérte a 143.000-et. A Data House közleménye szerint decemberben 9750 az egy évvel korábbinál 37,5%-kal több személygépkocsit helyeztek forgalomba itthon. Kis haszonjárművekből tavaly egész évben 21.333-at, decemberben 2438-at helyeztek forgalomba, ami 21,8, illetve 6,3%-kal haladja meg a 2015-ös értékeket. Az automárkák közül 2015-höz hasonlóan a Ford volt a legnépszerűbb tavaly. 15.091-et értékesítettek belőle, ezzel 12,8%-os piaci részesedést szerzett. A második helyen 11.266-os eladással a Suzuki áll, míg a harmadik legnépszerűbb automárka az Opel volt, amelyből 10.536-ot adtak el tavaly. Nagy haszonjárművekből tavaly 5515-öt helyeztek forgalomba, ami 188-al 3,3%-kal kevesebb a 2015-ösnél. Buszokból tavaly 411-et, az egy évvel korábbinál csaknem negyedével kevesebbet állítottak forgalomba. A motorkerékpároknál 6%-kal 2213-ra nőtt a forgalomba helyezések száma. A hazai használt személyautók körében tavaly 615.000 körüli adásvétel zajlott le, miközben az import használt autók száma elérte a 143.000-et. Negyedik éve tart a dinamikus bővülés. A magyar autósok több mint 4/5-e továbbra is a hazai piacon vásárol használt autót. Eközben évről évre nő a behozott használt járművek aránya, ez az elmúlt 5 év során 12-ről 19%-ra emelkedett. A tavaly átírt 760.000 használt autóból 143.000 korábban külföldi okmányokkal futott. Jelentős átalakuláson megy keresztül az importált autók összetétele is. Míg korábban egyértelműen a vágyott presztízs autók domináltak, jelenleg már a hétköznapi márkák iránt a legerősebb a kereslet. A héten már folytatódik a Városi Kispályás Teremlabdarúgó Bajnokság. A Continental Arénában az Eiszmann kupát rendezik, melyre 32 csapat nevezett és határon túli együttes is rajthoz áll.
Igazi nagy üzem van a héten a teremfociban, a Continental Arénában rendezik a Kelet-Magyarország Eiszman kupát, melyre 32 csapat nevezését fogadták el a szervezők. Ezúttal nemzetközi lesz a torna, és több gárda is szeretett volna még részt venni, de ők már csak tartalékként indulhatnak. Eredetileg 60 méteres pályán játszottak volna a csapatok, de végül módosítottak a kiíráson. Maradunk a kézlabda pálya méretnél, tehát a 40x20 méteres pályán, 5 plusz egy játékossal, de viszont 5x2-es kapukkal. Ugyanúgy nagyon sok gól fog esni ezen a tornán, hiszen kisebb lett a pálya, de nagyon élvezik a játékosok. Ugyanúgy két játékvezetővel fogjuk bonyolítani a tornát, érdemes lesz kilátogatni, pörgős lesz. Nagyon látom a nevezésekből, hogy nagyon sok olyan játékos is itt lesz, akikért érdemes kilátogatni, de itt lesz a Nyíregyházi Városi Bajnokság krémje is, hiszen nagyon sokan neveztek a bajnokságból. Csütörtöktől már folytatódnak a küzdelmek a Nyíregyházi Sportcentrum Intersportvárosi Terembajnokságban is. Itt minden héten a BEM iskolában rendezik a találkozókat. A bajnokság február végéig tart, ekkor egy szuper döntő zárja a sorozatot a 8 legjobb csapat részvételével. A döntő után nem sokkal folytatódik a szabadtéri szezon a Városi Stadion salakpályáin. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. A Nyíregyházi önkormányzat az elmúlt évben saját forrásból 645 millió forintot fordított út- és járdaépítésre, valamint javításra. 7 utcában épült új aszfaltút, 6-ban pedig lecserélték a régi aszfalt szőnyeget. A járdaépítési és helyreállítási munkák pedig 14 helyszínt érintettek. Nem módosultak a parkolás feltételei 2017. január 1-jét követően Nyíregyházán. Idén is 4 parkolási zónában állhatnak meg a sofőrök. A bérletekért és a parkolójegyekért ugyanannyit kell fizetni, mint 2016-ban. A téli szünet után újra visszaültek az iskolapadokba a nyíregyházi nebulók. A szigorú munkarendbe való visszaállás megviseli a diákokat és a tanárokat is. Az Apálcai Csere János Általános Iskolában a tanárok azt mondták, ez egy lazább nap lesz, de egyre fokozzák a munkatempót, hiszen közeleg a fél év. A nyíregyházi televízió híradóját látták, rögtön jön az időjárás jelentés, legfrissebb hírekkel pedig szerdán is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!